A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Jó estét kívánok, háttérkép Boros Imrével, Bogár Lászlóval, tisztelet az uraknak. Na, hogy fogunk a bevándorlásról beszélni, csak egy másik nézőpont szerint. Mert hogy azt szeretném, engedve Bogár Laci mérhetetlen nyomásának. Agresszív nyomásának. Verbális agressziójának. Hogyha aszerint vizsgálnánk meg elsősorban a migráns ügyben tanúsított német politikát, illetve a német politika változásait, illetve Németország most már úgy szemmel látható ketté szakadását migráns ügyben, értem ez alatt, sőt három részre szakadását, mert a mainstream politika meg a lakosság véleménye eleve sőt, között szakadék van, ez igaz Európa összes országára, de Németországban van egy újabb törésvonal, Bajorország és a központi kormányzat egyre inkább ellentétes úton jár, sőt, ma már a kormányzó CDU-n belül megjelent a palackba vissza nem gyömöszölhető ellentét, ugyanis tegnap 34 CDU-s képviselő nyílt levelet írt Angela Merkelnek, amelyben felszólítják, hogy azonnal fejezze be a nyitott határok politikáját. Innentől azért nagyon nehéz úgy tenni. Innentől nagyon nehéz mosoly diplomáciát folytatni. Nem beszélve a Willkommens kultúra. Meg a amit most már át is írtak, mert a német, azt hiszem, talán a belügyminiszter egy új fogalmat vezetett be, ami nem tudom németül hogy van, de mondjuk magyarra fordítva nagyjából az a lényege, hogy a és a bevándorlóknak szól, hogy a törvények elfogadásának kultúrája mostanában ezzel szólítja meg a szeretve tisztelt bevándorlókat. Duden sem tartalmaz ilyet, pedig az a német szójegyzéket mind megmagyarázza. Szóval Németországban meglehetősen konfúz a helyzet, és hogyha végig gondoljuk, hogy mindez gyakorlatilag egy hónap alatt zajlott le, a jöhet mindenki mosoly diplomáciája és a Willkommens kultúr elmebajától egy hónap alatt jutottunk el odáig, hogy a bajorok bejelentik, hogyha a központi kormányzat továbbra is ezt a politikát viszi, akkor ők a maguk részéről azonnal önvédelmi intézkedéseket fognak bevezetni. Konkrétan le fogják zárni a saját határukat. Homlok egyenest mást beszél most már a kancellár, mint a saját bel- és külügyminisztere, meg gazdasági minisztere. A pártokban, mint említettem, egyre nagyobb a belső ellentét. Merkel népszerűsége a 10 éves regnálása alatt soha nem látott mélyrepülésben van. Rántja magával a pártját is, ezzel párhuzamosan erősödik az, amit ugye politikailag korrekten szélsőségnek kell nevezni. Ők erősödnek, Németország, Pegida és társai. És mindeközben mondjuk Merkelt nézve, ő még mindig ott tart, tegnap közösen lépett föl François Hollande-dal a Európai Parlamentben, ugye nem győzték hangsúlyozni a híradások és a publicisták, hogy 25 éve nem volt ilyen. Utoljára ezt Mitterrand és Kohl pont a német egyesítés kapcsán tette meg. Most is együtt lépett föl ugye a két vezető, Európa két nagyhatalmának vezetője, és hát gyakorlatilag amit ott elmondtak, az még mindig szembe menetel azzal, amit a saját népük, politikai szövetségeseik akarnak. Bár már azért ott is finomodott egy kicsit a kín, Merkel most már nyíltan beszél arról, hogy azért a gazdasági menekülteket sürgősen haza kéne tolmácsolni. De még mindig flüktlingekről beszél, még mindig csak menekültről, nem van. Migránsról. Még mindig elmondja ezeket a hülye lózungjait, hogy a barátságos arcunkat kell mutatni, és ettől leszünk európaiak, és a többi, és a többi. De azért látszik, hogy ő is kezdi érezni, hogy ez tarthatatlan lesz. Eközben kiszivárog egy brüsszeli tervezet, miszerint záros határidőn belül az azt jelenti, hogy még idén közel 500 000
migránst akarnak kitoloncolni Európából. Csak nem tudom, hogy fogdották össze. Zárójel bejegyzem, meg én is arra vagyok kíváncsi, hogy ez technikailag hogy lesz kivitelezve. Lepkehálóval vagy hogy? Meg hogy egyáltalán, hogy... És hova teszik és őket hova... utána? Hát már... Ez a két aprócska kérdés van. Hogy fogdossák össze, és utána hova rakják? A kiszivárgott itt vagyok a keletinél, hova rakjam? Ki viszi a költséget, és a hova rakják vissza? A pénz azt állítólag nem számít, kerül, hát amire kerül. De a kiszivárgott tervezet szerint, ha Eritrea és Nigéria nem hajlandó visszafogadni őket, mondjuk ebből az következik, hogy a félmilliónak jelentős része ezekből az országokból való, ha nem hajlandó visszafogadni őket, akkor ezen két országgal szemben súlyos szankciókat akarnak bevezetni, megvonják a segélyeket, vízumkedvezményeket, stb. Zárójel bezárva, de mindesetre ettől ez még egy érdekes momentum lesz. Joggal vetődik fel a kérdés, nem lett volna egyszerűbb megakadályozni, hogy bejöjjenek? Kicsit beljebb lennénk, anyagilag is, meg mindenhogyan. No de, és akkor itt... Engedek, kövér, Bogár Laci. Elég kövér vagyok ahhoz, hogy kövér lesz. Bogár Laci rettenetes verbális agressziójának, mert hogy igaza van, mert ezt az egész kérdéskört megvizsgálhatjuk ám abból a szemszögből, hogy hogyan is sikerült a német egyesítés. Magyarán a volt NDK mely? Maga 17-18 milliójával, ugye? Millió lakosával, mely... Be... Jó részt azért fehér emberekből álló, ezt azért hangsúlyozunk. Nem, hogy jó részt, hanem hogy fehér emberekből, és ugyanabból a kultúrkörből, és ugyanazt a nyelvet beszélő egykori NDK, mely beleolvadt a Német Szövetségi Köztársaságban. Tegyük hozzá, a hajdani német egyesítésben az a tömb játszott a főszerepet, úgy hívták, hogy részint Poroszország, ugye? Persze. Mecklenburg. Szóval megtörtént, aminek egyébként meg kellett történnie, helyreállt a történelem rendje, mégiscsak nonsens volt, hogy két német ország néz egymással szembe, fallal elválasztva. Mi magyarok erről tudnák mesélni. Megtörtént, aminek meg kellett történnie, eltelt 25 év, talán megnézhetjük migráns üggyel párhuzamba állítva, hogy miképpen sikerült az egykori NDK integrációja. Úgy, hogy én nem tudom mennyit, de a világ... 2000 milliárd euró. Akkor köszönöm, a 2000 milliárd. A világ összes pénzét ráfordították arra, hogy ez az integráció sikeres, zökkenőmentes és Magyarország azóta, tehát az egyesítés óta negyed évszázad alatt Magyarország egész nemzeti jövedelme. Ahhoz hasonlítható. Tehát az 25 év nemzeti jövedelmét, igen. Mi, hogyha egész Magyarország, mi évente egy-egy Magyarországot szivattyúzott volna át? Na, akkor egy Magyarországnál alig. Akkor ha már ezt a brutális, verbális agressziót gyakoroltad adás előtt, hogy ezt a kérdést így beszéljük meg, akkor tiéd a szó, Lacikám. Az alapkérdés tehát, hogy sikerült az NDK integráció? Igen, tehát ha picit higgadtabban, az indulat most mitagadás elragadott kisé, még el se kezdődött az adás, és már... Alig tudtuk lenni. De valóban egyébként is érdemes lenne magáról a német egyesítés. Tehát ha most nem volna ez a történelmi helyzet, ez a bevándoroltatásnak nevezett történelmi helyzet, nyilván akkor is érdemes lenne elgondolkodni a német újraegyesítés 25. évfordulója kapcsán azon, hogy mi történt az elmúlt negyed század alatt. Ha nagyon röviden csak számokban próbáljuk, tehát néhány olyan számodat kívánnám tisztelt nézőket túl sok számodattal terhelni, de azért néhány elgondolkodható adatot mindenféleképpen érdemes elmondani. Tehát először is ugye 2000 milliárd, ezt már elmondtuk, hogy felfoghatatlan, tehát az egész térség összességében ezekkel a mindenféle támogatásokkal is csak a törmány, mint az egész kelet- és közép-európai térség csak a töredékét egy kapta. Egy 7 annak, éves ami... uniós költségvetés, ez 1100 milliárd, tehát csak ebből indulunk. Tehát ez egy jelentéktelen semmi az egész, amit a térség kapott, bármilyen transfer, az összes transfert egybevéve, mint amit az NDK-ba, ugye Kelet-Németországban volt, NDK-ba átszivattyúztak. Mindennek ellenére akkor néhány adat.
körülbelül 2,5 millió ember hagyta el Kelet-Németországot. Tehát volt ott migráció rendesen, és tulajdonképpen még van ma is. Tehát ma már hozzá kell tenni, azért enyhül valamit ez az elvándorlás, mert nincs kinek már elvándorolni. Tehát gyakorlatilag az átlag életkor már 50 év felett van Kelet-Németországban, ami azt jelenti, hogy hova tovább gyakorlatilag egy ilyen nyugdíjas pihenő, vagy elfekvővé válik az a valami, ami valaha Kelet-Németország volt. Az egykori Junkerek és a porosz világ, a katona világ. Itt vetném közbe, hogy 1871-es német egyesítés, meg a mostani közti icipici kis különbséget. A munkanélküliség végig legalább kétszer akkora volt, és most is kétszer akkora, de volt olyan is, hogy megközelítette a háromszor akkora szintet, tehát gyakorlatilag most is 20% körül van. A ifjúsági munkanélküliség meg nagy valószínűséggel, csak ugye azt így országon belül egy kicsit bonyolultabb mérni, ahol viszonylag szabad a mozgás, de biztos, hogy a legnagyobbak közt lenne Európában, ha mérnék. Valószínűleg 70%. Meg ha nem mennének át nyugatra. Ne feledd el szabadat. Itt akkor hagyj jegyezzem meg, hogy a Daimler elnöke, aki azt mondta 3 hete, hogy ők repesve várták régóta ezt a fiatal és motivált munkaerőt, ami megérkezett Eritreából, meg Szíriából, akkor, mikor ez elhangzott, ugye mi a spanyolokkal hozakodtunk, hogy ott is van egy 50% fölötti fiatalkorú munkanélküliség, miért nem ők rájuk várt? Pedig egy közelebbi példát is hozott. De hát akkor ott van a volt NDK, az pedig a saját maguk országa. Az a munkaerő nem elég fiatal, és nem elég motivált. Jelenleg szerint nem. Így már értem. Vagy esetleg ki kell neki fizetni valamennyi bért. Nem, hát a bérgyilkosság. Amit a beduin kecskepásztornak nem kell. Annyi szeretne, mint a fater legalább. Hát ez nagy hiba. Amit előhoztam, és nagyon szellemesen mondtad, de amikor mondtam, hogy a migráns az valójában csak a fegyver egy bérgyilkos kezébe, és aztán hozzátetted, hogy a szó szoros értelemben bérgyilkosságról van szó, mert nyilvánvaló ezekkel a mozgásokkal a bért akar le, a maradék bért is le akarják gyilkolni. Egyébként Európa szerte értelemszerűen, tehát nyomás alá helyezni. Csak hogy tudjuk, hogy miért kell örülni. Jelen, hogy mi van a Willkommens kultúr meget. Hogy minek is kell, így van, örülni. Na, mi tehát a pangbokrodnak meget. Tudom, hogy mi pangbokrodnak meget. Úgy szeressen Isten, ahogy engem vette. Toldiból idéztem. Aranyjel, így van. Mielőtt a Favics elén. Jó, na, tényleg még két mondat. Tehát ugye a termékenységi ráta, mert azért erről is mindenféleképpen szólni kell, hiszen ez az egész bevándorlás azért nem csekély mértékben, sőt valahol a legmélyén demográfiai probléma is értelemszerűen, mert hogyha a világ úgy szakad ketté, hogy a viszonylag gazdag, vagy anyagilag gazdag része kifogy a népességből, ez Európa, ahol meg az iszonyú anyagi nyomorúság fokozódik, ott meg elképesztő demográfiai bőség van, akkor nem kell olyan rettenetesen csodálkozni azon, hogy a közlekedő edények elve egy idő után fizikailag is katasztrófához fog vezetni. Tehát mit lehet kezdeni egy olyan országgal, vagy országrésszel, ahol tehát az a termékenységi ráta, aminek kb. 2,2-nek kellene lenni, tehát ugye egy nőnek sokszor beszéltünk így több, mint átlagosan több, mint 2 gyerekkel, mert sajnos a gyerekek is meghalhatnak, és ezzel szemben Kelet-Németországban 0,9 és egyes tartományokban már 0,6-ot is mértek. Tehát gyakorlatilag olyan szinten van, ahol azt egészen bizonyosan állíthatjuk, hogy arra soha nem volt példa Európa történetében, hogy erről a szintről egy emberi közösség visszavergődjön. Már csak azért sem nagyon lehetett, vagy lehet komolyan képzelni, hogy létezik olyan anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi, szellemi áldozat, amivel ez visszafordítható lenne, mert hogyha az erre való hajlandóság jelen lett volna ebben a társadalomban, akkor nem engedte volna, hogy ez bekövetkezzen. Tehát sajnos ez csiki-csuki. És hogyha 2000 milliárd euró nem volt elég, akkor 186 ezer milliárd euró sem lesz elég ugyanerre. Na most azért az elmúlt 2000 év itt Európában elég egyértelműen annól tanúskodik, hogyha valahol elnéptelenedik egy térség, akkor hát nem kell olyan rettenetesen csodálkozni azon, és ráadásul az adott térségben viszonylag kedvező feltételek lennének az életfeltételek. Úgy földi, mér planetáris szemszögből szemügyre véve, azért inkább az átlag
átlagosnál jobb feltételek adódnának itt Európa közepén. Arra célzol, hogy Drezdában és környékén egy kicsit jobb az élet, mint mondjuk az etióp sivatagban? Igen, vagy hát legalábbis valószínű, ugye részletes kutatásokat nem végeztünk ezzel kapcsolatban. Húsnemű fehérjéhez könnyebb jutni, mint a Bushmannék. Tehát körülbelül ennyi, tehát teljes kudarc, tehát szögezzük le, totális kudarc mindenféle értelemben, csak egyelőre úgy látszik a német eliteken belül, tehát ez a legkényesebb probléma nyilván, és a német eliteken belül van egy cinkos egyesség arra nézvést, hogy azért, hogyha jól zár ez a rendszer, akkor az idők végezetéig hazudhatjuk történelmünk legnagyobb sikerének ezt a valamit, a némes egyesítést, miközben a legnagyobb történelmi kudarc Németország számára. Az a mód pedig, ahogy ugye erre a 26 évvel ezelőtt ugye Kohl és Mitterrand az egyesítés kapcsán, most pedig láttuk ugye a német és a francia első számú vezetőt, és szóval az ember nem is nagyon talál szavakat ennél szánalmasabb állapotban, tehát most úgy néz ki, de tudjuk, hogy van lejjebb, sajnos mindig van lejjebb, ennél szánalmasabb állapotban, szánalmasabb mentális állapotban Európa legfőbb vezetői talán sohasem voltak a II. Világháború óta. Tehát most beérik a vetés, az, hogy a német elitek cinikusan úgy gondolták, hogyha mindenben gátlástalanul kiszolgálják ezt a nem létező világerőt, akkor az majd nyugodtan hagyja őket, és cinikusan kifoszthatja, nyugodtan enged is, őt biztatja is őket, hogy fosztogassák csak Európát nyugodtan. De kiderülni látszik, hogy ez az egyesség valószínűleg semmibe vezet. A bajorok, illetve Ausztriában már bizonyos úgy a németségen belül, tehát a németségnek, az egész európai németségnek, az egész európai németségnek kellene belátnia, hogy az a cinikus, cinkos egyesség, amit ezzel a nem létező világerővel a második világháború nevű, szintén ezáltal az elő által szervezett, és nyilván a német nyelvű Európa alávetésére irányuló kísérlet, vagy konfliktus nyaláb volt befejező békerendszer nyomán tettek a németek, az valójában zsákutcának bizonyult. Tehát most ez egy személyes tragédia is, hogy az elmúlt 70 év egyik legsikeresebb német vezetője, Angela Merkel kénytelen most falnak menni, mint a zsákutca végén a falnak. Itt a zsákutca legvégén, most személy szerint ő megy, most már visszavonhatatlan, ő megy neki annak a falnak, ahonnan egyszerűen nincs tovább. A legizgalmasabb kérdés valójában tényleg az, hogy akkor, ha nincs tovább, hova tovább. Szóval, hogyha ott van Németország nyilvánvalóan, és egész Európának ez a korrupt, szétrohadt, mocskos, tökéletesen alkalmatlan úcska elitje, idézőjelbe téve, amelyik láthatólag azon kívül, hogy a lehető leggátlástalanabbul kiszolgálta az elmúlt 70 évben, és kiszolgálja most is ezt a nem létező világerőt, azon kívül a világon semmiféle elképzelése nincs, és eddig úgy gondolta, hogy ha szépen kiszolgálja, akkor minden rendben okul. Lesz, és most kiderül, ennek pontosan az ellenkezője, hogy szépen kiszolgálta, és most jutalmul a totális semmit. Imrém, összegezve, a volt NDK 2000 milliárd euró befektetés után és 25 év elteltével egy csődtömeg, ahogy Laci ezt fölvázolta. Népessége öregszik és elfogyott, születési rátája tragédia, falvai elnéptelenednek, munkanélküliség egekben, elvándorlás egekben, akkor ehhez képest az a mondat, hogy jöjjön mindenki, mert Németország mindenkit képes integrálni, az most akkor hogy lóg a levegőbe? Melyik végtelenben lóg ennek a mondatnak a vége? Parancsolj. Kicsit távolabbról indulnék, mert volt sikeres német egyesítés. Hát Bismarck mester most föltámadna. Röviden összefoglalom. Az ugye állítólag az imperializmus jegyébe született, de ez az imperialista Bismarck, aki kezdte porosz kancellárként és a porosz király alatt, majd szolgált már a német császár alatt, szépen, szisztematikusan, türelemmel egyesítette Németországot. Igaz, hogy előtte Franciaországot el kellett rendesen náspángolni a párizsi kommun, az rájuk is másik fért. Dolog. Rájuk fért egy kis nevelés. Na most tulajdonképpen ott is volt ám iszonyú ellenállás. El ne felejtsük,
hogy éppen a délnémet régió állt egy kicsit legtalán, ellen, hogyne, Württemberg, Baden, Bayern, ma is Freistadt, Bayern, de aztán szépen lassan türelemmel, amikor megalapították a Reichsbankot, nekem a mániám ugye, hogy a pénzügyi, pénzforgalom az, hogy nagyon sok mindent meghatároz, először ugye a Reichsbank jegykibocsátási, tehát bank főhatalma is csak a területek egy részére, még 3-4 másik központi bank volt, előtte 31, az is szépen megoldott. Tehát ez az imperialista Bismarck, ez a történelemben lecsúfolt akárki, aztán létrehozott egy világhatalmat. Most más dolog, hogy mi lett első világhatalmat. Szemben például a liberális, a tutti szeretnivaló garnitúrával azt csinálta, amit Bogár Laci. Egy. Kettő. Azért volt itt figyelmeztetés. Emlékeztetnék Szarazin könyvére, akit idéztünk ugye annak idején. Bezonyám. Talán 2 éve, nem is tudom. Bezonyám. Megjelent a könyve, hogy Deutschland schafft sich ab, azaz leépíti magát, és ott szépen leírta az eddigi tapasztalatokat, most nem NDK, hanem amit átélt a németség a második világháború után a beáramló gastarbeiterekkel, mert ugye először gast vendégmunkás volt, a vendég meg haza szokott menni, magyar mondás jó szerint, akármilyen kedves vendég, 3 napig útig elég. Ugye? És mi a legkedvesebb a gazdának, ha az elégedetten távozó vendég hátát szemlélheti. No, ennyit erről. A gastarbeiterekből lettek, aztán tartósan ott lévő első, második, harmadik, x-edik generációsok, és Szarazin szépen leír, hogy ebből milyen problémák, milyen társadalmi eróziók fakadnak, stb. Purgálták az öreget, egy derék tudós, szocdem egyébként, szocdem, ki akarták purgálni még a szocdem pártba, és furcsa mód Helmut Schmidt mentette meg, aki azt mondta, 95%-ban igaza van a könyvnek. Nem az a lényeg, hogy töröknek születik-e valaki, hanem milyen környezetben. A környezetet viszont tökéletesen írta le. Tehát volt figyelmeztetés, és egyetértek most azzal, hogy kérem szépen, ugye ott a fal. Ott a fal, meg úgy néz ki, hogy átüthetetlen, mert hát én is végig nézegettem, meg hallgattam, meg olvasgattam, hogy ez a két derék harcos. Tehát bocsánat, ott újra ott a fal, a berlini fal, csak ez most már áttörhetett. Ez elég kemény betonból van. Belül van. De a két vezető, Angela Merkel és Holland. Én Hollandnak mondom, Holland. Holland miket mondogatott? Hát az égvilágon semmit. Azt mondta, hogy fel kell hagyni a nemzeti megoldás, európai megoldás. Ezt mondta Gyurcsány Ferkó, van európai megoldás? Nincs. Meg kell védeni a Schengeni határa. Megvédjük? Nem védjük meg. Van nekünk katonai szervezetük? Hát hogy ne lenne? NATO-nak hiány. Érdekes. Hát úgy hiány. Érdekes, hogy NATO. Az veri szét, és az veri szét. Bocs, hát tudjuk. Tegnap Merkel is, meg Holland is elmondta, hogy igen, meg kell védeni az unió külső határait közösen. Nem ezt mondta egy hete az Orbán? De azért bántott. Hát nem ezt mondta? Mindenki elküldte a francba. Először a görögöket szorította volna szegény, meg segítsük meg most, a görögöket. Most ugyanezt pofázzák. Na most... Angela tegnap elmondja, hogy a dublini rendszernek vége, felül kell vizsgálni. Orbán ezt 3 hónapja egy megmondta. Egy lépés előre történt. Azt mondták, hogy akkor a törökökkel, görögök. Na most én tisztelem a törököket, mert én meg gyakorlatilag kiléptek abból a már rég kiléptek abból a merev iszlámból, tehát világi állam van, működőképes állam, stb. Komoly a török hadsereg. 50 éve szórakoznak velük az Európai Unióba, ekkora halom aktájuk van, mint poros, ugye, stb. Tőlük várnak segítséget a határok védelmébe. A törökökre térjünk is vissza, sőt a szírekre is térjünk vissza. Hát, természetesen. De még német ügyben lesz majd egy mondatom, így. Ellenben most itt a finito. Rövid szünet, és jövünk vissza. Folytatjuk a háttérképet, és mondom, a törökökre, és aztán Szíriára térjünk vissza feltétlenül, mert érdekesen alakulnak a dolgok. De még egy mondat erejéig a németeknél hagy maradjak. Tegnapi hír volt idehaza. Egy újabb könyv jelent meg Németországban, egy fiatal német rendőrnőért. Hát figyelemre méltó, és az a baj, hogy most borítékolom, hogy ezt a rendőrnőt ugyanúgy meg fogják hurcolni, mint Szaradzint. Tönkre lesz téve, ki lesz rúgva, meg lesz hurcolva. Mindent előre borítékolok. Ugyanis nevezett rendőrnő,
azt hiszem, ha jól emlékszem, Bohum és környékén igen, teljesítő szolgálatot. És ráadásul görög. És ráadásul migráns, ő egy görög család, bevándorló görög család gyermeke, természetesen már Németországban született, és így lett belőle rendőr. És leírja egy viszonylag hosszú könyvben, rövid kivonata az annyi, hogy nem lehet integrálni a muszlim közösségeket. Ő, mint rendőrnő naponta és egyre agresszívebb módon találkozik azzal, hogy ezek a fiatal muszlimok hogyan viszonyulnak az őket körülvevő német társadalomhoz. Őt, mint rendőrnőt napi rendszerességgel megütik, fenyegetik, lekurvázzák ezek a fiatal muszlim férfiak. Azt a szót gyorsan megszólják, szóval hogy húre mi. Igen, amiből csak... Ugye most bevetettem a témát, így megint integrációnál maradva, és egy társadalom kiket és hogyan képes integrálni, de mondjuk összehasonlítva akkor a két ellentétes pólus, csak hagyj vessem föl. Ugye Európa vezető nagyhatalma Németország, és mondjuk a világ első öt nagyhatalmának egyik. Az Atlanti-óceán túlpartján ott van az Egyesült Államok, mint mondjuk a világ vezető, még vezető nagyhatalma. Ugye az Egyesült Államokból azok a képsorok érkeznek most már heti rendszerességgel, hogy a rendőrök ott teljesen ok nélkül, vagy vélt okokat feltételezve, nyílt utcán lőnek agyon embereket, mindenféle skrupulus nélkül. 100 000 feketére 18 gyilkosság jut, nálunk 2, a világ átlag körülbelül 4. Igen. És mondom még egyszer, ezzel párhuzamosan, most legutóbb múlt héten meglehetősen sokkoló képsor jutott el ismét a világra. Ugye valahol Amerikában, nem tudom már hol, egy tolószékben ülő nyomorék feketét lőttek szitává a rendőrök. Semmit nem csinált az ember, ült a székbe. És üvöltöttek neki, hogy tegye fel a kezét, és nem volt hajlandó. Lehet, hogy nem is tudta. Lehet, hogy béna volt. Rongyá lőtték. Tehát ez ugye Amerikában ez a módi, míg Németországban a rendőrnő könyvéből az derül ki, hogy megütik napi szinten, sértegetik, lekurvázzák, és semmi nem történik. Én rendőr lennék, és megütnének naponta, én agyonlőném, mint a szart. Csak úgy, hogy világosan kijelöljem az én álláspontomat. Úgy lőném le, mint a szart. Azt utána érdeklődnék, hogy egyébként mi a problémája. Hogy van akkor ez a két dolog? Hogy? Hogyan lehetséges ez? Hát kiderült, ugye, hogy a liberalizmusnak mi a legnagyobb fegyvere. Egy viszonylagos jóléttel elaltat téged, mint tömeget, és a végén oda jutunk, és most már ezen a ponton vagyunk, hogy rengeteg olyan dolgot adagold be ebbe az immunitását veszített közegbe, mondjuk Németország, részben persze Magyarország is, elfelejtsük, hogy bebizonyítja neked, és el is hiszed sajnos, tömegesen, bár most már kicsit olvadodik az egész, hogy ami neked rendkívül ártalmas, az nagyon hasznos. Hát ez ezzel magyarázható. Tehát annak idején a rendőr vagy a csendőr Magyarországa intézkedett, ugye? Hát először is csendőrök például szép szál legények voltak, és bementek egy kocsmába, a verekedés volt, ott pillanat alatt olyan rend lett, mint az atya ég. Nem csináltak semmit, vagy, csak bementek. Vagy igen. Valamelyik illető a Tisza töltésen ment, és megszólította a csendőr, hogy hova mész? Ijedelmében azt mondja, melyik malacot biztosul. Tehát a helyzet az, hogy a helyzet az nagyon, nagyban megváltozott, tehát, tehát ez az idea, ez mindent relativizál. A bűnt erény rangra emeli, az erényt pedig valami fajta megvetésre tárgyává teszi. Tehát ez a lényeg. És sajnos a relatív jólét, mert van Deutschlandban jólét, ugye, még az NDK-ban is, hát elmondtuk, hát csodálatos helyek vannak. Éppen például Szászország, én ott sokat jártam, még dolgoztam is egyetemista koromban, csodálatos világ van, Sächsische Schweiz, úgy hívják Szász-Schweiz. Hát ott élni nagyon lehetne, és lám nem lehet. Lám nem lehet, főként a németeknek nem lehet. Szóval itt ez a helyzet, hogy ki kéne ebből a
ebből az elvetemült ideológiai spirálból szabadulni, és életképes gondolatokat generálni, de vezetési szinten. Hogy is írta, csak mert igen jól mondtad az előbb, hogy is írta Albert Camus az 50-es években, a lázadó emberben? Akkor közelg a világ vége, mikor a bűn az erényt szólítja fel önigazolásra. No, ez napi szintű, napi szinten ebben élünk ma, és ezt hívják ma liberalizmust. A bűn naponta felszólítja az erényt, hogy igazolja magát. Egyáltalán puszta létét. De akár József Attilát is lehetne idézni, hogy én nem ilyennek képzeltem a rendet. Mert azért valahol a kulcs szó a rend. Ezt a szót a liberálisok gyakorlatilag a hajuk az égnek áll. Igen, csak azért... Szőr a hátukon fölfele ilyet hallasz, hogy rendet a társadalomban. Van egy annál is mélyebb és elszomorító, vagy szívszorító rossz hír, mint amiről itt most beszéltetek, hogy tudnélik a rend. A görögök annak idején három kulcs szót használtak egy emberi közösség széthullására. Az anómia, anarchia és káosz szavakat használtak. Az anómia ugye ma is létezik, az anarchia, káosz, azt nem is kell magyarázni, az anómia ma is létezik a pszichológiában, de azért a görögök másféleképpen értelmezték. Számukra az a létlejtő, amelyen egyébként az egész nyugati civilizáció, és most már roppant látványosan a németség is, ahol leginkább volt rendezett egyébként Európa, megy lefelé, az anómiával kezdődik, amikor megbomlik a lélek belső rendje. Az anarchia valójában az a fázis, amikor még rendészeti eszközökkel a rend látszata, ez azért nagyon fontos, az már igazából nem rend, hanem a rendnek a látszata, mert ugye a félrenél rend. Tehát azt jelenti, hogy van rendőrség, abban van bíróság. Tökéletesen igazatok van, jó, de abban tökéletesen, hogy még mindig jobb, mint a káosz. Tehát igen, de a dolognak azért mégiscsak az a lényege, hogy ahhoz, hogy mindazt, ami történik most Európával, egyáltalán a fehér civilizáció, és persze az egész világgal, hogy megértsük annak a lényegét, ahhoz mindig újra ahhoz az alapkérdéshez kell visszatérni, hogy de miért is bomlott meg a lélek belső rendje. Tehát mi az az alapvető ok abban a valamiben, amit a nyugatias modernitásnak a 19. század óta önmagát kapitalizmusnak nevező lényegében, ebben a műsorban 4 éve folyamatosan ezt mondjuk el, hogy önpusztító irányba haladó létszerveződési móddal mi az alapvető probléma. Ma már egyébként kifogástalan globális pedigrével rendelkező személyek itt, mint Stiglitz vagy Piketty, tehát Nobel-díjas, vagy már Nobel-díjat meg is kapták, vagy meg fogják kapni, tehát sztárolnak. Tehát ez a legkülönösebb az egészben, hogy rendszeresen sztárolnak olyan személyeket, akik lényegében ugyanazt mondják, mint amit mi is itt 4 éve. Ehhez képest azért... No, azért lehet, egy kicsit késleltetett, fékezett habzással azért, nem? Igen, kicsit igen, az események után kullogva mondják ugyanazt. Igen, de hát az már megvan, persze, válogatva. Ezzel együtt is annak akár örülhetnénk is, hogy ma már azért egyre többen ismerik fel az, hogy magával a létszerveződési móddal van a probléma. Tehát mindaz, ami zajlik, az már tulajdonképpen csak a következménye annak, hogy ez egy önfelszámoló, tehát egy létpusztító és önfelszámoló létszerveződési mód. Egyszerűen azért, mert a teremtő helyére a pusztító logikát helyezte. Az, hogy a pénz a minél több haszon, egyéni közvetlen haszon megszerzése érdekében bármit lehet. És tulajdonképpen minden, tehát minden pusztulás, ami történik, minden egyszerűen erre az egyszerű alapelve. A pusztulás eléri már azokat is hova tovább, akik ezt a pusztulást elindították. Tehát azért a gyarmat birodalomból vonul visszafele, a mag fele, tehát azért tartunk most már Németországba, tartottunk Amerikába is, vagy Spanya, vagy mit tudom, Franc, az összes gyarmad, volt gyarmad tartó magfele, és itt vagyunk Közép-Európába, és nem térünk magunkhoz, hogy mi folyik, hogy ez az országcsoport mindig is egy ilyen ütköző zónaként szerepelt, nem volt olyan szerencséje idézőjelben, vagy gyarmatai legyenek, ugye, mert még a osztrák-magyar monarchiának is te szoktad emlegetni viccesen valami jeges medve volt. Ferenc József föld. Tehát nem volt ilyen gyakorlat. Következésképpen az ebből adódó, hogy mondjam, jóléti tétemények sem voltak számottevők, vagy egyáltalán nem voltak, magunkra voltunk utalva, és szeretnék ezt így meg is tartani. Csak zárójelben jegyzem meg, ezen a Ferenc József földön robbantották fel 1962-ben minden idők legnagyobb bombáját, már mint amit felrobbantottak, tehát ugye
a szovjet birodalom 52 megatonnás bombája, az pontosan a mi valaha létezett gyarmatunkkal robbant fel. Urak, vándoroljunk át Németországból Szíriába, mert hát eufémisztikusan fogalmazva érdekes és különös dolgok kezdtek el Szíriában történni. És Szíria ma az a hely, ahol két nagy hatalom, hogy is mondjam csak, hát testközelbe került egymással, és meglehetősen robbanásveszélyes a helyzet. Putyin úgy döntött, hogy elindít egy hadjáratot Szíriában, beküldte csapatait, beküldte a légierejét, és most már idestova egy hete napi rendszerességgel és nagyon komoly erőkkel hajt végre célzott támadásokat különböző szíriai célpontok ellen. Úgy is fogalmazhatunk, hogy egy hét alatt 10-szer annyit tett az orosz hadsereg Szíriában, mint az elmúlt 5 évben a NATO, Amerika, meg mindenki más együttvéve. 10-szer annyit. Természetesen az Egyesült Államok azóta őrjöng. Hun sírnak, hun kétségbe esnek, hun őrjöngenek, hun fenyegetőznek. Mondván, hogy Putyin és az oroszok nem a gonosz iszlám államot támadják, vagy nem csak azt, hanem Assad egyéb ellenzékének állásait is. Nem tudok belemenni én a magam részéről jelen tudásom birtokában annak taglalásába, hogy mi igaz ebből az egészből, mert hogy ez épp úgy lehet a propaganda háború eszköze, hogy Amerika megmondja, hogy Putyinék mit támadnak, azt a fele se igaz, mert egyébként naponta hazudnak bármit és bármiről, vagy Putyinék tényleg támadnak az iszlám államon kívül mást is, de az iszlám államot fix, hogy támadják. Tegnap például a Palmira környéki állásait bombázták az ISIS-nek. De hogyha Putyin más Assaddal szemben álló lázadó erőket is támad, arra is azt tudom mondani, hogy azt gondolom, ha Szíriában valaha, a közeljövőben valaki rendet akar csinálni, az nem fog menni máshogy. Ma Szíriában egyetlen olyan erő van, amelyik képes az államhatalmi funkciókat ellátni, és valamilyen módon egyesíteni ezt az országot. Ez pedig tetszik, nem tetszik, Assad és a mögötte álló erők. Más nincs. Demokratikus erők nincsenek, és bárki bármit mond, az vagy teljesen hülye, vagy célzottan hazudozik. Ez a szerény véleményem, ti jöttök. Hát ugye induljunk el, hogy általában az ilyen háborús cselekmények egy bizonyos logika szerint indulnak. Putyin logikája az volt, hogy azt a szovjet-orosz örökséget, ami volt Szíriával kapcsolatban, azt nem hagyja veszni. Ugye mindig is egy erős pontja volt a szovjet hatalomnak Szíria. Fegyverzet, az öreg Asszadot támas, stb. Majd ugye láttuk, hogy az ukrán válság előtt egészen szép tengelyt kovácsoltott össze Putyin, Irán, Szíria, Hezbollah. És nem is voltak éppen eredménytelenek ezek a dolgok. Utána oda nyomták nekik ugye ezt a két hektárnyi nagy forradalmat a Majdon, és ott a következmények beláthatatlanak Ukrajnában is. Ez jó. Ennyi volt. Ez jó. No, kérem szépen, tehát ez az előzmény. Tehát azt lehetne mondani, hogy ez már a harmadik felvonása, tehát volt a szovjet-orosz örökség, Szíria, a tengely, azt próbálták szétfeszegetni, most Putyin belépett. Az ő logikája a következő. Rendet úgy lehet tenni, hogy aki hatalmon van, mert azért még kormányzati hatalom van Assad, és van szárazföldi hadserege, mert van neki, akkor van felderítése ez, azt tehát körülbelül tudja, hogy hova kell lövöldözni. Tehát Assadnak mindenki lázadó, bocs. Aki az államhatalom ellen megy, mert még mindig ő a megválasztott góré. Most, hogy milyen demokrata, meg milyen diktátor, hagyjuk a fenébe. Tehát a logika az, hogy mindenkit aprítani, természetesen mindenki, aki jut szépen, nyilván bombákból, meg a rakétákból, egyebekből. Az amerikai logika 5 évig meg az volt,
hogy szórjuk a bombákat, azt lehet, hogy még az ISIS-t is eltalálja, mert jó kis biznisz. Hát Irakban ember, hát magántársaságok eldorádója volt, 200-300 milliárd dollárt úgy nyelt be az egész, hogy végül 1000 milliárd volt a számla, nem számít, világ finanszírozza. Itt jut eszembe, és akkor be is mondom, mert ugye még végül is gazdasági háttereket világítunk meg, hogy ugye az Egyesült Államok költségvetésének a finanszírozásában a külföldi államok, központi bankok nagy szerepet játszanak, mert fölhalmozott dollárkészletekből veszik, vagy vették nyakló nélkül az amerikai kincstárjegyeket, kötvényeket, stb. No, ez is egy kicsit változóban van. Már 14-ben voltak olyan hónapok, amikor nem nettó pénzbevonás történt ebből a szférában, nettó pénzkivonás. 15-ben már volt olyan hónap, hogy mínusz 150 milliárd dolcsival végzett az egész. A főkivonók, hát egészen véletlenül például a BRICS ország csoport, meg még egy-két másik, most nem sorolnám fel hosszasan, de ez aggasztó az Egyesült Államok szempontjából, mert ugye korlátozza azokat a lehetőségeket, és mondott, hogy időnként fenyegetnek, dühöngnek, stb., meg össze-vissza beszélnek, aggasztja őket, mert tudnilék valamiben finanszírozni kéne ezt az egyébként nagyon jó pénzt, privát pénztermelő masinériát. Az oroszok meg haladnak előre, hát mit hallunk? Hát azt halljuk, hogy nem csak mondjuk bombáznak, hanem a Kaszpi-tengerről megengednek egy-két rakettát, azt az is jó helyre talál, 1000 akárhány kilométerről, át kell szaladni a rakétának Iránon, meg Irakon, meg mit hallunk még? Amit nyilván, hogy engedélyeztek. Ha nem, akkor le kellett volna lőni, bocs. Hát az irániaknak is vannak egyébként orosz rakétáik, amivel leszedhetnék. Hát Iván arra föl van készülve. Nem szedik le, átengedik, sőt, azt halljuk, hogy az amerikaiak által demokrácia exportban részesített Irakból felkérés érkezett, hogy netán esetleg toljon már egy-két rakétát oda az ő térfelükön táncikáló ezeknek. Na most itt azért kerülnek ugye kicsit a törökökkel, nem azért, hogy berepültek egy kicsit, hát jó, az se egy barátságos dolog, ezt elismerem, de hogy a törökök meg közben a kurdokat ki akarnák masszírozni, és az igazán nem tetszik nekik, hogy kurd szárazföldi erő, Assad szárazföldi ereje együtt az oroszokkal, az nekik valahogy nem egészen szimpatikus, ez az egésznek a rákfenéje, de egyébként úgy tűnik, hogy halad a dolog előre. Mindenki rendet akar a világban, mert az emberi élet csak, csak a rendben. Igen, csak az a gond, persze. Tehát mindig ugyanoda kanyarodunk vissza, hogy valójában a második világháborút követő mondjuk 50 év során gyakorlatilag a világ azért fogadta el. Mindig volt világbirodalom. Az elmúlt 500 év során, ahogy említettük, már több mint 500 év során valamelyik nyugati ország gyakorolta ezt a világbirodalmi szerepet. Most Amerika, sorsot a világ, húztak, persze, hogy a világ természetesen fogad el világbirodalomnak valakit, hogyha azt látja, hogy az ugyan folyamatosan a pénzszivattyún keresztül óriási erőforrásokat szív el tőle, de ennek fejében viszont rendet tart a világban. Roosevelt nyíltan beszélt a világcsendőri szerepről, tehát nincsen ezzel semmi baj. A világ hajlandó megfinanszírozni egy olyan birodalmi szerkezet, amelyről látja, hogy alapvetően összességében a világot egy többé-kevésbé tűrhető, biztonságos, rendezett helyé teszi. Tehát néhány évtizeden keresztül a dolog azért működött, és a dollár világhatalmi szerepe gyakorlatilag egyértelműen erre épült, hogy inkább tűrni a jelen gonoszt, mindegy, teljesen mindegy, hogy mi volt a véleménye Amerikáról, de inkább tűrte a jelen gonoszt, mint ismeretlenek felé sietni. Tehát ami igazán lényeges az az, hogy ma viszont megfordult a dolog. Tehát a birodalom nemhogy rendet tartani nem tud, nem is tud, meg nem is akar rendet tartani. Sőt, látható, hogy hát pontosan. Tehát, hogy na most innentől kezdve a világ a szószoros értelmében egy életveszélyes helyé kezd válni, részben már vált is, mert nincs veszélyesebb, mint amikor a rendőre, ahogy beszéltél, a rendőr a legfőbb terrorista. Tehát Amerikában kicsiben is ez történik, amit az előbb elmeséltél, a tolószékes egyén lelövése, az arról, hogy a rendőre... Tegyük hozzá, a
18... Tehát a rendőre lesz a legfőbb terrorista. Tehát gyilkos terroristává, álmokfutó gyilkos terroristává válik az amerikai rendőre. Meg a rendőr. Meg az amerikai birodalom diákja, meg az egyetemen. Így van, a lövöldözések. Persze, tehát Amerikában 150-szer akkora az esélye annak, hogy ilyen tömeges lövöldözésben veszíted el az életed, mint mondjuk Angliában. Tehát, de akár Kanadát is mondhatnánk, az ugye még közelebb, csak van. Hogy kultúrájában is azonos szerkezetű na most országról tegyük beszéljük. Hozzá, meg ezerszeres, ami Magyarországon persze, például. Persze. Ebbe a borzalmas diktatúrában. Tehát az a legsúlyosabb kihívás valójában az jelentés, ebben az értelemben minden azon múlik, hogy létrejön-e, létrejöhet-e, vagy újra képződhet-e az a nagy koalíció, mert hogy az elmúlt 10-20 évben már valójában létezett az eurázsiai nagy koalíció, amely próbálja bemérni azt, hogy most egy egyre inkább széteső, hanyatló, és ennek következtében egyre hisztisebb és életveszélyesebb birodalom kezében van a világ, és ha úgy tetszik, valamiféle alternatívát, valamiféle békés, tartós együttműködésre épülő alternatívát nyújtana, és ez az egész iszonyatos káosz, szándékosan előállított káosz ebben a térségben, ebben az Afganisztántól Líbiáig terjedő térségben, amiről már egy csomó alkalommal beszéltünk, az pontosan azt jelzi, hogy a birodalom életveszélyes fázisba került. Tehát minden tettét, minden megnyilvánulását nem a rend, hanem éppen ellenkezőleg a maradék rend tökéletes összezúzása jelenti. Ennek következtében a világ megmenekedésének az egyetlen esélye az, hogyha ezzel szemben egy értelmes, higgadt, nyugodt dialógusra épülő olyan világméretű, de legalábbis eurázsiai méretű egyességrendszer és együttműködés jön létre, ami ennek alternatíváját adhat. De mindig az ilyen birodalváltásnál, Laci, ilyen cirkuszok szoktak lenni. Emlékezz, a portugál-spanyol váltásnál, ugye a pápának küldött beszállni a rendteremtésbe. Aztán a spanyolokat ugye megkergették, az angolok, franciák is próbálkoztak, ők azért nem lettek igazán birodalomvezetők. Hát de Napóleon leverése hát Napóleon, végül is, mert Napóleon is át akarta venni a dolgot, azért tette a császári koronát. Egyébként ugye a római örökségre még hozzá a saját kezével. Szulejmán szultán is azt mondta, az a császár, a pápa csak asszisztált. Az a császár, aki Isztambulba, azaz Konstantinápolyba ül, Napóleonnak ez volt a Máriája, a német császárnak ez volt a már Unzobeiter, még az orosz cárnak is. Na kérem, tehát mindig ilyen nagy bajjal, na, ugyanakkor én nem vagyok teljesen pessimista, mert úgy látom, mint a vajköpülést, hogy gyakorlatilag kezdik a zsíros dolgok elválni az anyagtól, és ilyen szemcséket képez. Egyrészt ugye piszkosul a meglévő birodalom, ez bombázza, ez a társulat pedig a meglévő birodalom erejét szívja el. Például ez a dollár cirkusz, hogy nem annyira szeretik finanszírozni, építgetik a pénzügyi impériumokat, ugye nemzeti valuta, csak mit, hogy azt a dolog hova vezet, azt ne tőlünk várjátok, a Bogár Laci, ami hárman se tudjuk megmondani, mi csak reménykedni tudunk, hogy létrejön egy új, olyan világrend, amiben talán majd élni is lehet. Uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, szerintem megint végtelenül nagy jó kedvet csináltunk a mi kedves nézőinknek. De hát az a helyzet, hogy körülnéz az ember a világba, és egyre inkább Salvador Dali a Polgárháború előérzete című festménye tolakszik a fejébe, a homloka mögé. Köszönöm, hogy itt voltatok önöknek, köszönjük meg tisztelő figyelmüket, a jövő héten a szokott időben várjuk önöket, a viszontlátásra.